Sziasztok, most a Necromanadzzal fogok játszani, egy Defender klónnal. Úgy tűnik a csatornám arra van ítélve, hogy Defender klónokkal játszak, mert a Reptonnal is játszottam korábban már, ugye az egy C64-es játék volt, és most ez következik, ez meg igazából csak egy ilyen retro utánzat, nagyon erőltetett CRT effektussal megspékelt akármi, ugye sok tartalma nincsen, mert amit itt láttok nagyjából ezen a képernyőn van, az igazából hát talán a játéknak az egésze, nem vagyok benne tökéletesen biztos, de van egy olyan érzésem, hogy tényleg ez a helytálló megítélése ugye a helyzetnek. Én legalábbis egyéb jelét nem látom annak, hogy van valami más tartalma is. A lényeg az igazából, hogy ugye ez egy ilyen nagyon erőltetett retro akármi. A GameZar, aki kiadta ezt a játékot, annak ez a az egyik stikje igazából, nem tudok más kifejezést rá, hogy ilyen erőltetetlen retros dolgokkal próbálkozik. Ugye a Tiny Track volt ilyesmi. Az igazság, hogy annak a játéknak a címe időközben megváltozott, és nem emlékszem rá, hogy mi volt eredetileg. A Tiny Track, amire egyébként elő is fizettem, és nem kaptam utána semmit, mert egy vacak, ugye PayPal pénzszerző kampánynak volt a része az, hogy elvileg kapok érte ugye valamit, de hát nem kaptam érte semmit, nem tudom, 3 vagy 10 dollárt adtam érte, szóval igazából annyira nem hiányzik, de van azért tapasztalatom a GameZar-ral kapcsolatban. Szóval két dolgot tudunk, a GameZar nagyon kötődik ezekhez a old school retro dolgokhoz, és igazából az, hogy hogyha adsz nekik pénzt, akkor nem biztos, hogy látsz valamit érte cserébe. De hát lehet, ez csak egy félreértés igazából, szóval én nem fádaskodni akarok, vagy ilyesmi, csak eléggé furcsa helyzet. Mindegy, elkezdhetnénk akár a játékot is, mert azért vagyunk itt. Szóval igen, most exiteltünk. Ugye itt voltunk a help helyen, help menüben, és nem fogunk ide visszamenni, szóval menjünk a play-re. Egész érdekes megoldás egyébként az, hogy oda kell repülni. A képernyő egyik oldalára, hogyha... hogyha játszani akarunk. Na, most rögtön így elkezdtük a játékot, teljesen szabvány, Defender akármi, igazából az a kivétel, hogy itt vége van a képernyőnek is, a képernyőnek a másik oldalán is ugye vége van, és nem scrollozhatunk körbe, én úgy emlékszem, hogy a Defender és a Raptor az biztosan, az önmagába kapcsolódik, és folyamatos a scrollozás, szóval ez is önmagába kapcsolódik, csak nem folyamatos, és ugye egy kicsit, hogyha már ez a retro stick benne van ebben az egész GameZar-ban, akkor lehet, hogy talán a játék klónozás, akkor mondjuk erre a részletre figyeltek volna, legalábbis szerintem érdemes lett volna. De csak képernyő effekteket kapunk, mert mindig a külsőségek számítanak a játékjelmésről. De ki tudja, lehet, hogy ez egy attól egyedi Defender klón, mert ez ilyen. Szóval ez olyan félig meddig kritikája ezzel a játéknak, csak tehát egy picit ellentmondásosnak érzem azt, hogy ez ilyen. És ugye nincsen térképünk, ha jól tudom, a Reptonban volt, Defenderben volt. Sőt, hogyha emlékeztek, akkor bemutattam egy Tramporama című játékot, és abban is volt egy ilyen képernyő, és azt, mint abban is volt egy ilyen térkép, és azt is a Defenderhez hasonlítottam. Thank you.
Itt most nincs ilyen, itt most kapunk egy kis ilyen vonalkát ugye a képernyőnek a szélén, és úgy nagyjából tudjuk, hogy merre kell céloznunk igazából még jóval azelőtt, hogy odaérnénk. Ami jó is, mert ahogy haladunk a képernyővel, ugye a lövedékeink sem tűnnek el. Szóval szépen egy ilyen gyors menetben be tudjuk támadni egy ilyen lövedék fallal. Az ellenséget. Szóval igazából itt még nincsenek problémák. Majd a következő pályákon lesz, amikor már így próbálja a játék elterelni a figyelmünket mindenféle ilyen egyéb dolgokkal. Egyébként kétfajta támadást tudunk csinálni. Az egyik az, hogy szabvány lövöldözés. A másik pedig a bombadobálás, és fel van készítve ez a játék arra, hogy automatikusan észleljen bármiféle kontrollert, csak mivel hogy két trigger van, úgymond, ezért érdemes egy minimum egy ilyen Nintendo USB utánzatot ugye feltenni. Csak ugye a retro élmény kedvéért, de annyira igazából persze nem számít, feltehetünk akármit. Csak ennyire van szükség igazából két gombra. Viszont sajnálatos módon ugye nem teljes az élmény, mert mert ugye azért meg két gombra van szükség, és úgy tűnik, hogy a kontroller alkalmazása az kizárja a billentyűzet alkalmazását. Ezért nem tudjuk azt megcsinálni, hogy mondjuk feltesszük a... hogy hívják ott? Az Atari USB... és elvesztettem egy életet. Ugye az Atari USB utánzatot. És nem tudunk úgy játszani. Szóval a bot kormány az ki van zárva, sajnos, legalábbis hogyha meg valami jobb bot kormányt találunk. Az az igazság, hogy nem lehet USB-s bot kormányt találni, ami ilyen egyszerű, csak kizárólag, jelenleg azt hiszem csak ezt. Ami még viszonylag olcsó, és ez is, nem tudom, Indonéziából vettem 7000 forintért, szóval igazából ezek az Atari utánzott botkormányok is szerintem eléggé drágák végül is. Ugye a későbbi konzoloknak a kontroller utánzatai szinte mindig olcsóban lehet megvenni. Amik a legjobbak, azok gyakorlatilag a NES-es és SNES-es kontrollerek, azok még jók Androiddal is. Hogyha azt ráteszek akármilyen Android eszközre, akkor azok mennek. viszont az összes ilyen holmi, amire rá van írva, hogy Retrolink, azok sajnos nem mennek. Azok csak is macOS-el mennek, és PC-vel, sajnálatos módon. Ezért valamilyen PC alapú tabletet, vagy ilyesmit kell, vagy PC alapú, Windows alapú tabletet kell összeszedegetni. Ez a bombázás is azért eléggé szimpla dolog lett, legalábbis a billentyűzetes irányításhoz képest, mert ugye a billentyűzetes irányítás is olyan ebben a játékban, hogy és valahogy nem tudják ezt kiküszöbölni, vagy ezt ugye
Nem tudnak valahogy mit kezdeni azzal a kihívással, főleg a nyugati programozók, hogy vannak olyan billentyűzetek, ahol nincs ugyanolyan helyre pozícionálva az X, YZ billentyű. Ó, franc. Valakit elvittek. Ajjaj, és elindult a nagy fertőzgetés, ez nem jó. Szóval, ugye a magyar billentyűzet kiosztásban, ugye az XY billentyűk ki vannak cserélve, és állandóan konfliktusok akadnak ebből. Ugye ezért van az, hogy a legtöbb helyen, hogyha van esze a programozónak, akkor csinál egy olyat, hogy változtat ugye a billentyűzet kiosztáson, vagy olyan billentyűket használ egy nem változtatható módon, amik nem cserélődnek ki ugye a nemzetközi billentyűzeteken. De ez az igazság, hogy van mondjuk olyan billentyűzet kiosztás, mint az azerti, például a QWERTY-vel szemben. Például, hogy az A az a Q-nak a helyén van, a Z pedig a W-nek a helyén, szóval ez így egy eléggé fura dolog, eléggé leszűkül ugye azoknak a billentyűknek a köre, amiknek igazából állandó helyük van az összes billentyűzetön. Szóval ezeket a problémákat viszont szerintem meg kell tudni oldani, mert az én szememben legalábbis ugye a programozónak az a feladata, hogy az az elsődleges feladata, hogy ugye a felhasználó barátságot, egy szoftver felhasználó barát jellegét megőrizze. Na, ezt akartam mondani. És egy csomószor találkoztam én, ugye, ugye az első munkám során olyan szoftverekkel, ipari szoftverekkel leginkább, amik szóval nem is tudom, hogy miért alkalmazták azokat a programozókat, mert tényleg bármi, amit kitaláltak, az csak valamilyen absztrakt megközelítés volt, ami nem segítette a felhasználókat abban, hogy a munkájukat elvégezzék, hogy az ipari munkájukat elvégezzék. Szóval ez talán egy olyan dolog igazából, hogyha ipari szoftverről van szó, akkor még talán azt lehet mondani, hogy hát jól van igazából. Most honnan tudja az a marha, hogy mik a felhasználó barát irányítási metódusok, ugye tabulátor használat, meg space használat, például gomblenyomásra, hogy hogyan rendezze például egy vizuális programozó felületen a gomboknak a váltogatását, hogyha az ember nem akar egérhez nyúlni. Mert gyakran ipari környezetben ugye gyorsan kell dolgozni, gyorsan kell ugye a billentyűzetet meg az egeret használni, és igazából az nem egy jó dolog, hogyha nincsen felkészítve egy gyorsabb ütemre egy ipari szoftver. De, na már most, opa, ez mi? Ez mi volt? Ez egy fura anomália volt. Mint hogyha elvette volna a játék egy pillanatra az irányítást tőlem. És már megint. Úgyhogy minél hosszabb ideig játszok ezzel a játékkal, annál több ilyen kis glitch van benne,
ami nekem nagyon nem tetszik. Nem tudom, hogy mit történt. Lehet igaz, hogy az én gépemmel van probléma, amikor ilyenek történnek, de ez azért meglepett. Na mindegy, a lényeg az, hogyha egy ipari szoftverben ugye még lehet hibákat ejteni, egy játékszoftverben nem lehet. Ebből a szempontból nem lehet játékszoftverben hibát elkövetni, legalábbis az én felfogásom szerint nem. Egy játékszoftverben az irányítások, a programozása a legfontosabb dolgok közé tartozik. Hogyha nem tudsz egy jó irányítást kitalálni a játékodnak, gyakorlatilag elcsesztod a játékodnak a felét. Szóval gondolkozni kell ergonómiában, és gondolkozni kell abban, hogy az ember hogyan fog ezzel a játékra játszani, és hogyha nincs más ötlet, akkor be kell tenni azt, hogy opcionális módba ugye változtatni az irányításon, változtatni kell az irányító gombokon. Szóval nincs más lehetőség egyszerűen. És ugye ebben a játékban nincs ez benne, de úgy tűnik, hogy igen, elég sokat dumáltam erről. De ami azt illeti, most így, ahogy figyelgetem ezt a játékot, egy valamit nagyon szeretnék csinálni vele. Ami nagyon érdekelne engem, hogy hogyan viselkedik ez a játék akkor, amikor egy arcade kontrollerrel irányítom. Mert az lenne egyébként tényleg a legjobb megoldás, csak az arcade kontrollerek eléggé drágák, és eddig még nem szereztem be egyet se. Viszont tervezek egy... hát egy saját arcade kontrollernek a legyártását. Ez persze úgy fog történni, hogy kerestem már, igazából találtam egy egészen olcsó ilyen arcade összeszerelő kitet. Na már most ez olyan nagyjából 4500-5000 forintos mennyiség pénzben. És az egyetlen hátránya persze az, hogy a saját kasznit kell gyártani. De hogy ez mennyire hátrány, igazából nem tudom, mert annyira nem vagyok ellene annak, hogy saját kasznit gyártsak végülis. Amit láttam, különböző arcade kontrollerek, igazából nem voltam nagyon legyőzve. És hogyha a kínaiak egészen jó, úgymond japán mechanikájú kontrollereket tudnak csinálni, és viszonylag olcsón elő tudják állítani ezeket a kiteket, akkor miért ne? Végülis mostanában úgyis van egy olyan trend, hogy ezeket a kontrollereket ugye beleépítik ugye nagy ilyen arcade kabinokba, amiknek saját képernyőjük van. Szóval normális ilyen játéktermékgépnek tűnnek, csak rá van téve egy ilyen emulátor, mondjuk Raspberry Pi vagy akár Windows alapú emulátor csomag, és abból lehet választani. És ez igazából tök jó. Szóval eddig néztem YouTube-on a különböző ilyen saját építésű arcade kabinokat, és rohadtul tetszik. De egyelőre, amit el szeretnék érni egy ilyen kis építő kittel, az az, hogy csináljak egy egyszerű. Ez. Egy egyszerű kis arcade kontrollert akarok csinálni ezzel a kittel. Talán valamilyen fakaszniból, én ugye olyan anyagokban gondolkozok, ami egyáltalán van itthon,
és igazából ugye olyan háztartásban élek, ahol elég sok mindent szoktunk építeni fából, szóval egy rakás olyan reszli anyagunk van. És akkor már egy alap ugye, fából készített vázat meg tudok csinálni, és esetleg egy ilyen laminált poster képet, vagy ilyesmit rá tudok húzni a kasznira, és gyakorlatilag, hát igen, az a tervem, hogy egy ilyet csinálok. És később persze egy kabint is akarok csinálni. Ahhoz persze megint kell vennem két darab kontrollert, vagy ugye, vagy esetleg feldolgozni az első kontrollert, amit gyártani fogok, és abból összehozok egy ilyen kétjátékos kabint, mert egy kétjátékos kabint akarok létrehozni. Kisebbet felesleges lenne szerintem, mert az arcade élménynek talán az egyik fontos része az, hogy több játékos legyen. Azaz. De ez az. Na, kezdjünk el a felszínen lévő ilyen bizonyosokkal foglalkozni. Nem ártok, úgy tűnik az emberkéknek egyébként odalent, szóval ezzel nem lesz gond. Olyan nagy kihívás egyébként nem, legalábbis olyan nagy kihívásnak nem tűnik ez a játék, mivel hogy nem igazán lőnek rám, szóval ezek inkább csak ilyen mozgóaknák, és nem lövedékek, amiket küldenek rám, és ez egy kicsit talán bosszant, mert nem érzem úgy, hogy nagyon meg lennék szorongatva. Nem szeretem, hogyha nehéz a játék, és azt sem szeretem, hogyha túl könnyű a játék, és ez egy kicsit túl könnyű nekem. Főleg így. Húzunk egy tűzfalat. Ájjaj. Egy kicsit nagy lendülettel mentem bele a dologba. Szerencsére a bolygó gravitációja alacsony, az emberek szépen le tudnak a talpukra érkezni, úgyhogy semmi bántódásuk nem esett zuhanás közben. Nem tudom, valamilyen pontszámot kellene elérnem egyébként ahhoz, hogy a következő pályára jussak, vagy sem. Mert nagyon jó lenne, hogyha tudnám, mert akkor korábban tudnék eljutni. Ajja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 j
egyáltalán, amik itt nagyon véreznek, amikor a földet elérik, mert igazán nem csinálnak semmit, csak le kell lövöldözni őket, tessék, kaptam még egy életet. Jajajaj. Van egy olyan érzésem, hogy igazából le kell mondanom arról, hogy eljutok ennek a játéknak egy valamilyen végstádiumáig, mert gyorsabban kapok életeket, mint ahogy elvesztem őket, és ez egy kicsit zavar. És igazából nem akarok többet játszani ezzel fél óránál, tényleg nem ennyire érdemes.
ebbe az embernek nagyon bele kell hangolnia magát igazából. Mármint pontok szempontjából ugye, hogy megdöntsem a rekordomat, meg ilyesmi, de igazából bennem nincs ez meg, nagyon, azért nem tudok a régi játékokkal olyan marhasokat játszani, mert ugye mindig is egy játékos voltam, ugye senki nem játszott velem, Forever Alone, meg ilyesmi, tudom, hogy a mém nem erről szól, de mindegy. A lényeg az, hogy ugye, mivel hogy nem volt kivel vetekednem, ezért érzik ezért a felső pontszámok annyira nem izgatnak. Jajajajajaj, azaz. Ez, hogy így átvegyünk a túloldalra így ilyen szakítással, ez nagyon nem tetszik. Nem annyira komálom. Hoppá! Na, de mindegy. Na, lesz-e valami új ezen a pályán? Igazából attól függ, hogy hajlandó vagyok-e vele játszani. Van még 4 perc, ugye 30 percből. Itt erre akartam szánni. De igazából nem mutattam meg, csak a játéknak nagyjából, hát a felét szerintem. Ugye ezen kívül még 2 említésre méltó, úgymond, ellenség van, amit le lehet lőni. Ennek az űrhajónak a piros verziója. És még valami, amit nem tudok igazából azonosítani. Az a szép a GameZone játékokban, hogy a GameZone elvárja tőled azt, hogy értelmez azt a zagyvaságot, amit ugye esztétikailag tálal neked. És ebben talán egy kicsit hasonlít ugye a tényleges régi játékgyártókra, hogy igazából a franc se értette, vagy egy milyen ellenségekről van szó. Csak azt lehet tudni, hogy ellenség az kész volt. Az olyan játékok például, mint a Drelbs, azok ilyenek, hogy ez micsoda? hogy én mi ellen küzdök is egyáltalán? Mert szóval nagyon furcsa ilyen absztrakt látványvilága van a régi cihatonjeles játékoknak, amit egyébként már magyaráztam több videómban is. És ez is nagyjából ilyen, hogy igazából nem tudod, hogy mit csinálsz, csak úgy feltételezed, hogy ez valami űrhajó akar lenni. De igazából tényleg űrhajó formája van ennek, vagy sem? Á, nem lehet. Nem lehet tudni. Ez a varázs egyébként a régi játékoknak, hogy... Talán olyan... Ugyanolyan jellegű varázsa van neki, mint a könyvolvasásnak, hogy az, hogy hogyan értelmezed a dolgot, az a te kis fejecskédben dől el. Na, van-e valami új ellenfél? Úgy tűnik, hogy nincs. Jaj, pedig jó lenne már, jöhetne már egy ilyen piros akármi. Ugye a videónak az elején volt egy ilyen útmutató arról, hogy milyenféle fajta ellenségek vannak, amikre számítani lehet. És most már jó lenne, hogyha egy ilyen piros űrhajó jönne. Na, megindult nagyon az offenzíva. Az a baj, hogy eléggé lassan halt tényleg ez a játék. Igazából az első 10 percben kellett volna jutni odáig, hogy valamilyen félfajta kihívás legyen az egész, és sajnos ezt nem tapasztalom, és szerintem rossz a játékot úgy balanszírozni és időzíteni, hogy főleg, hogyha arcade játékról van szó, hogy az első 10 percben igazából ne legyen semmilyen komoly kihívás. Ugye az első alkalom, az első azt hiszem 2 alkalom, amikor nyertem, amikor ugye legyőztem
hülye vagyok. Az első két alkalom, bocsánat, az első két alkalom, amikor elvesztettem az életemet, igen, ez egy kicsit radikálisan megváltoztatja ezt a mondatot. Mondom, eszem a beszédhibám. Szóval... az első alkalmak, amikor elpusztultam, akkor abba pusztultam el, hogy nem figyeltem oda, vagy nem tudom, mi történt az irányítással ugye legutóbbi alkalommal, de valahogy az egész felett elveszítettem az irányítást, amik ugye maximum gyorsasággal belecsapódtam a talajba. Ó, igen! Egy új ellenség. De nem tudom, hogy mi ez. Ez mi ez? Aha, értem. Szóval ez arról szól, hogy ez így dobálja a fertőzést. És ahogy így fertőzővé válik az ember, jó, szépen ki kell takarítani. Igazából. Hogyha egy kicsit gyorsabb lenne ez a játék, akkor mennyivel jobb lenne? Egy kicsit magabiztosabban mozognának az ellenségek is, egy kicsit magabiztosabban támadnak vagy a felszínt, vagy engem. Ugye, hogyha a lövedékeik egy kicsit gyorsabbak lennének, vagy ilyesmi, akkor mennyivel jobb lenne ez a játék? Mennyivel jobb balanszírozásnak tűnne az egész. Ajj! Na, az első komoly problémát jelentő. Ellenség, úgy tűnik ez lesz az a vírusszórógép. Na, ez már tetszik. De még mindig lassú. Az a baj. Így. Majd egy egész képernyőnyi ellenséget ugye le tudtam ezzel így kaszálni. Valamiért pulzál a képernyő és marhára idegesít, valószínűleg azért, mert van egy kis fertőzés a felszínen. Ez. Nem barátom. Nem csinál semmi rosszat. Na, ezzel megvagyunk. 11-es szint, húha. De a piros űrhajók még mindig nem jelentek meg, sajnos. Hoppá, 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 hoppá. Azaz. Hát ez egy rövid pálya volt, úgy tűnik. 12. pálya. Azaz. És most kell motorozni. Istenem. Ha hallottátok, akkor elnézést kérek. Sajnos a környéknek a hátránya, hogy nagyon zajos emberek élnek. De ez szerintem minden helyen így van, amikor...
amikor zajos környéken vannak az emberek, akkor állandóan panaszkodnak, hogy azért, hogy, hogy a szomszéd állandóan azért, hogy volt egy kósza fingja a szomszédnak, amikor meg csöndes helyen lakik az ember, akkor pedig mindenkinek van valahol egy fűnyírója, valami nehéz gépe, valami 70-es évekbeli motorja, ami a lehető leghangosabban pötékel. Vagy valami fos robogó. Mindenkinek van valami ilyen zajgyára, és igazából nem tudom, ez ilyen elkerülhetetlen velejárója az életnek. Hoppá. Most már csak azt várom, hogy megjelenjen a piros űrhajó. Mert semmi egyéb nincsen, ami kimondottan motiválna arra, hogy tovább játszak ezzel a játékkal. Túl egyszerű, ami azt illeti, és egyáltalán ugye nem változnak még az ellenségnek a paraméterei sem nagyon. Na, zéró fertőzés. Valamit jól csinálok. Nem is értem egyébként, hogy miért nem lehetett azt megcsinálni, hogy legalább, ha ütközök ezekkel a piros akármikkel, akkor halljak meg, mert így el tudok előttük menni, és egyébként meg annyival, legalább azzal a minimális dologgal nehezítenének, hogy állj, hogy nekik ütköznék, hogy kerülgetnem kell őket gyakorlatilag. Szóval most ott tartok igazából ebben a játékban, hogy kimondottan vágyok arra, hogy nehezebb legyen. De szerintem eljutottak a 100. pályáig, és nem lesz egyáltalán nehezebb. Kész. Na és itt vannak a pirosok. 20 pontért kilőhetőek. Ez sem úgy csinál olyan sok mindent, úgy tűnik. Aha. Ezek valami ilyen... Igen. Ezek ilyen vertikális akadályt húznak. Ilyen erőteret. Ajjaj, fertőzés lesz. Tessék, fertő. csúnya. Ajjaj, szerencsétlen. Ember, az is megfertőződött. Na, egyre több ilyen piros jelenik meg, az egy jó dolog. És a lövedékeimet sem engedi át. Na, az egy jó dolog megint. De igazából annyit nem számít, mivel hogy nagyon könnyen el lehet őket is intézni. Sőt, igazából velünk szemben annyira nem ellenállóak, csak egy picit türelmesebben kell játszani, és igazából ez az ellenszere az egésznek. Szóval nem egy olyan óriási kunst. Ebből, hogyha belerepülök, ez se csinál semmit. Benne vagyok a felhőbe, és nem csinál semmit. Az gáz. Oh, my God.
Kész. És gyakorlatilag eljutottunk a játéknak arra a pontjára, ahol már tényleg egyáltalán nem érdemes tovább játszani. Szóval többet szerintem nem is fogunk látni ebből. Szóval úgy gondolom, hogy a videónak itt vége kell lennie, mert nem fogok az örökké valóságig játszani. Szóval ennyit erről. Like, dislike, kommentod lánc, sziasztok!